Igazából egy hétköznapi megbeszélésnek indult a csütörtök délelőtti városházi program, de aztán születésnapi köszöntés lett belőle. Dr. Perger ez a alpolgármester irodájában köszöntötte fel Katona Tibor, Proúrbe díjas karnagyot. A múlt hónapban 70. születésnapját ünneplő vendég igencsak meglepődött a váratlan köszöntésen. Nem számítottam rá, és eleve úgy jöttem a alpolgármester asszony hívására, hogy nem is tudtam, hogy most mi lesz az a téma, mi az az ok, ami miatt hívott, hogy jöjjek el, de hát ez hatalmas meglepetés, és igazából ezért nem is tudok hogy hirtelen mit mondani, mert még ennek a meglepetésnek a hatása alatt vagyok. Minden esetre nagyon köszönöm mindenkinek, akinek ebbe bármi része van, a polgármester asszonynak és mindenki másnak, mert tényleg nagyon jól esik az embernek egy elismerés, az, hogy az emberek odafigyelnek valakire, hogy számon tartják akár az életkorát is, vagy bármiféle más eseményeket, amin részt vett. A kerek évfordulóval kapcsolatban többen is megkeresték Győr kultúráért is felelős alpolgármesterét. Egy kerek évforduló az nagyon szép és nagyon kedves, és nem feltétlenül kell azt városi szinten megünnepelni, hiszen sok olyan nagyszerű ember van, akinek a születésnapját nem tudjuk, de most erre azért kellett, hogy odafigyeljünk külön is, mert én számtalan megkeresést kaptam, rajongóktól, zenerajongóktól, kóruszenét szeretőktől és egyszerű polgároktól is, hogy ugye tudom és nem feledkeztem meg arról, mint a kultúráért felelős alpolgármester, hogy egy nagyszerű embernek most volt egy nagyon szép kerek születésnapi évfordulója. Az alpolgármester elmondta, eddig bármikor, bármilyen kéréssel fordulhatott a karnagyhoz, ő mindig azonnal állt rendelkezésre és segített. Karnagy urat ismerem régóta, én sokszor találkoztam vele úgy, hogy én kértem tőle szívességet. Az adventi gyertyagyújtó ünnepségen megkerestem, és az első hívószóra mondta, hogy igen, pedig hát az ő általa vezetett kórusok, azok olyan nagyok és olyan elfoglaltak, és olyan sok helyre hívják őket, és mégis első szóra gondolkodás nélkül igent mondott nekem. Tehát őt emberileg is, művészileg is, és az őt körülvevő szeretet miatt is úgy gondoltam, hogy igen, a karnagy úrnak most a 70 éves születésnapján az ezüst emlékére az egy méltó ajándék, és polgármester úr is nagyon-nagyon támogatta, és hát mivel sajnos nincs itt, mert ezt ő adta volna át, most az ő nevében is szeretnénk gratulálni. Katona Tibor 1992-ben a korábbi megyés püspök dr. Pápai Lajos hívására érkezett Győrbe. Pörögtek az események, ugye akkor jött a porpüspök úrnak a boldogávatása, a pápa látogatás, amit én, hát mint székesegyházi karnagy, ugye ezeket nekem kellett levezényelni, hogy így mondjam. Ezzel a pápa látogatással tulajdonképpen egy sorozatot is elindítottunk. Akkor a székesegyházi kórusokat hívtam, hogy egy közös éneklésre, a pápai szentmisére, és ezzel elindítottuk, hogy utána vagy 15 éven keresztül működött évente egyszer valahol püspöki székhelyen a székesegyházi kórusok országos találkozója. A születésnapos és immár Győrváros ezüst emlékérmével is elismert karnagy híradónknak azt mondta, egyik legmeghatározóbb élményei közé tartozik, hogy Apor Vilmos püspök boldoggá avatásán Rómában, a Szent Péter téren, az ünnepi szentmisén ő olvashatta fel a szent leckét.